Nem is tudom, hogy hol kezdjük ezt az egész történetet, mert nagyon messzire megy vissza, de nagyon izgalmas élettörténete van. Lehet, hogy az iskolás éveknél vennénk fel a fonalat, és az az érdekes, ahogy én utána néztem az ön életének, hogy ugye zsidó származású, igen. De reformátusként nevelték? Vagy református iskolába jártam. Ennek mi volt az oka? Mert Sárét udvariban, ahol én éltem, az egy 5000 lakosú kis falu volt, akkor most 3000-en laknak. Egyetlen iskola volt az református ellenmi népiskola. Uh-huh. És oda jártam. De előtte egy interjúban azt mondta, hogy annyira nem volt szó önök között a származásról. Nem, sose. Soha? Soha. Nem is őrizték a hagyományokat? A nagyszüleim azok ő hagyományok szerint éltek, de minket nem kényszerítettek. Uh-huh. Én például református hittan tanultam az elemi iskolába. De azért tudatában voltak annak, hogy jönnek zsidók? Hogyne. Hogyne. Aztán nem beszélve arról, hogy ahogy ébredeztünk és kezdtünk nőni, hamarosan bekövetkezett az, hogy ha kellett, ha nem, ha akartuk, ha nem, ránk nyomták azt a bélyeget, és megbélyegzetten éltünk. Ez furcsa volt? Furcsa. Furcsa volt, igen, de megszoktuk, de meg ott, ahol én éltem a faluba, ott az én nagyapám ott volt tanító, hittan tanító, hitoktató, és német nyelvet tanított. Úgyhogy a falu értelmiségének a gyerekeit ő tanította német nyelvre. Akkor az édesapja révén ön jól tudott németül? Nem volt megelégedve. Nagypapa révén. Nagypapa a Hochdeutschot beszélte, és tanította, és nagymamával is odahaza, amikor nem akarták, hogy az unoka, a gyerekek tudják, hogy miről beszélnek, akkor mindig hozzátették németül, hogy nicht vor dem Kind, hogy a gyerek előtt, annál jobban odafigyel. Segített ott ez a későbbiekben, hogy tudott nagyon németül? Nagyon sokat segített. Nagyon sokat segített, és szegény nagyanyám, mintha a jövőben látó lett volna, azt mondta, hogy hát tudod, kisfiam, nem tudhatunk, mikor kerülsz Németországba, egy pohár vizet se tudsz kérni. Azt szokták mondani, hogy a zsidó üldözés és ez a második világháborús időszak, ez főként először leginkább a fővárosokban jelent meg, és falura később ért el. Ezt önök érzékelték? Falurul hamarabb elvitték az embereket és mindenkit. Nagyon szegény családból származunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy abban az időben, nem csak nálunk, de főleg én csak arról beszélek, ami nálunk volt, a szegénységet a szüleim a szeretettel próbálták ellensúlyozni. Uh-huh. És azt a szegénységet, ami akkor volt, azt maguk hála jó Istennek nem tudják, ne is tudják meg soha. Nagyon-nagyon nehéz élet volt, és édesapám azt mondták, ugye mondjuk ki nyugodtan, hogy a zsidó az milyen jó kereskedő, meg így, úgy. Hát én ezt nem mondhatom el, mert szegény édesapám azt hiszem be volt oltva a kereskedelem ellen. Anyám magas, csinos, nagyon-nagyon szép asszony volt, mindig elmondom. És ugye minden gyereknek az édesanyja a legszebb a világon. De az én édesanyámnak korom fekete haja volt, szép, hullámos, ilyen egyszerűen összetűzve, hogy viselte a haját. Lajos bácsi, amikor elkezdték összegyűjteni önöket, akkor azt hallottam, hogy ott a faluban konkrétan kiválogatták, hogy ki menjen először az első vagonnal, ki vagy a transporttal, ki a másodikkal, ezt mi alapján döntötték? Na most én tulajdonképpen már nem tudtam hazautazni.
édesanyám a kishúgommal, nagyanyám nagyapámmal, Sárét udvariból elvitték őket lovaskocsival Nagyváradra. A Nagyváradon volt a centrális Hajdú-Bihar megyei gettó. Az én nagyanyám egy nagyon szent életű asszony volt. Mindent ismert, mindent tudott, pedig csak 6 elleméje volt. Nyelveket is beszélt, és csak azt, az utolsó lapján azt írja, hogy 3 hete pakba vagyunk. Nem tudjuk, hogy hova visznek, ha majd megmondják, megsürgönyözzük. Még akkor is ilyen naív volt. Ők is onnan, nem tudom, hogy milyen válogatás szerint, az első transzporttal mentek Auschwitzba. És én találkoztam szintén Auschwitz-Birkenau-ban olyan emberrel, aki egy vagonba ment velük, Nagyváradtól Auschwitz-Birkenau-ba. És az én nagyanyám még ott is, hogy a sok szenvedéssel, 90-en voltak egy vagonba, és ott nekik is halott meg. Hát el tudja képzelni, 2 mosófazék volt kitéve ott, hogy a dolgokat azzal ott végezzék el. Hát ez ismerős, mert én nálam, ugye, amikor én mentem, akkor ezeket én mindegyiket már ismertem. És a nagyanyám, hogy a szenvedésről elterelje a figyelmet, a Bibliából olvasott fel. Nem kaptak semmit egy hétig, ételt, italt? Hát víz is elfogyott, és a kishúgom 10 éves volt. Amikor esett az eső, akkor a marhavagon berácsozott ablakán a nagymama a kis pici kezét kidugta, és így, hogy essen az eső, és esett, akkor nedves lett a tenyere, és akkor nem ő, hanem a kislánynak oda tartotta, hogy gyere, nagymamának a kezéből írt meg ezt a kis... Hogy... Hát szóval én szentesen voltam a városi gettóba, szentesről kerültem Szegedre, a téglagyárba, és onnan aztán vittek be bennünket Szegedre, először a sportpályára, ilyen 2 személyes kis szelt sátrakban laktunk, aztán átvittek bennünket a új szegedi téglagyár. Ez az új Szegeden volt ez a sportpálya is. Átvittek bennünket a téglagyárba, ott képzelje el, a cserépszárító polcok között kellett, ahol nem lehetett egy embernek így menni, csak oldalt. Olyan keskeny volt ez. És aztán jöttek, hogy válogatás, innen jutott ez az egész eszembe, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen tanács, ilyen öregek tanácsa, akik még ott voltak, mert már 60-on túl voltak, munkaszolgálatig be kellett vonulni, 18-tól 60-ig. Én szerencsére még akkor csak 16 múltam. És hogy mentünk ottan, megjegyzéseket tettek. Nem is akarom ismételni, mert ez mindegyik egy készúrás a szívembe. Mert hát igazán nem voltam bűnöző. Igazán nem rablógyilkosnak neveltek, és se, hanem csak a szépre jóra tanítottak. És az első transportba osztottak be bennünket, a Szegedről menő transport, ami azt jelentette, hogy engemet elválasztottak az anyám húgától, aki akkor volt 6. hónapban, és letérdelt a szentesi rabbi előtt, hogy ne vigyenek el, ne válassz el, hogy fogok én elszámolni az én kedves nővéremnek. Rám bízta ezt a gyereket. Nem érdekel, menni kell. Magduskánál ugyanez volt. A rabbi döntött el? Nem, ez egy tanács. Csak de benne ő, volt. De ő döntött. Voltak ott ilyen bácsikák, akik... És akkor azt mondta Magduska, megyünk, nem ijedünk mi meg a munkát. Úgyhogy megérkeztünk. Több mint egy héti. Tudták, hogy hova mennek? Megyünk Németországba munkára, mert mi nem félünk a munkát. Azt mondták, hogy megyünk munkára.
és nem tudtuk, hogy merre megy. Hát le volt blombálva a vagon. A ablakon a rácsok között még szöges volt, hogy még ott is azon a kis négyszögletes kis résen, nehogy valami ki tudja dugni a kezét. Ahogy megyünk, ez a Magduska valahogy, hát el tudja képzelni, hegyi hátán ottan, ott, oda megy az, ahhez a lerácsotott ablakhoz, azt mondja, jaj, azt mondja, hát ez meg Miskolc környékén, ő gyakran megfordult, a nagynénie ott lakott. Azt mondja, hát, hogyha jön valaki, még mindenkit ismerek, azt mondja, és kérünk egy kis vizet. És mit ad Isten? A mellettünk lévő tehervagonba egy vasutasot rakodott. És a Magduska felismerte. És én nem tudom, hogy Péter Pál, teljesen mindegy, odaszólt neki. Azt mondja, Magduska kisasszony, hon van maga? És csak a rácson keresztül a két ujját tudta így kidugni. Azt mondja, hozzam már egy kis vizet, mert elepedünk. Rögtön leugrott arról a tehervagonról, ahol rakodott, és hozott nekünk, mert volt egy ekkora kis teljes kamion. Hozott vizet. De a mellette lévő vasutas már a csendőrnek bejelentette, hogy ez a zsidóknak viszi a vizet. És mikor így nyújtotta föl ott a marha vagon ablakához, addigra már ott termett egy csendőr, és a puskatusnak megütötte azért a kezét, kiesett a kezéből a teljes kanna, se víz. Aztán megérkeztünk Kassára. Egy heti utazás körül voltunk már akkor. Gulyáslevest főztek, katonák, ilyen katonai kondírok. És mindenki kapott egy tányér, hogy akinek milyen edénye volt abban, gulyásleves. Ez volt, hogy először ettek egy hét után? Igen. Egy hét után? Hát akkor ne, már egy hétig, vagy két hétig már a gettóban voltunk, ott semmit nem kaptunk. Száraz kenyeret ettünk, és borzalmas volt. Ott nem adtak enni sem. Amikor megérkeztek Auschwitzba, igen, akkor szétválasztották önöket, és ha jól tudom, akkor egy füllentés mentette meg. Hogy... Hát annyiban, igen, annyiban igaz ez, hogy amikor már egy gyerek betölti a 16-ot, akkor nem azt mondja, hogy 16, hanem 17. Én januárban töltöttem be a 16-ot, ez meg májusban volt, mikor minket oda tanulmányútra kivittek szépen, és nem tudom, minek köszönhetem Mengele, aki nem szólt, az tulajdonképpen vagy a ujjával, vagy a lovaglopácájával így intett. És mikor oda mentünk, akkor meg volt húzva egy vonal, nem volt szabad közel menni, nehogy megfertőzze, vagy nehogy kézzel esetleg megfojtsa valaki, pedig jót tette volna. Ő volt az Atyaisten, és én tőlem azt kérdezi, hogy hány éves vagyok? Németül. És akkor én nem azt mondtam, hogy 16, mondtam 17. És akkor intettem, hogy jobbra. Hogyha azt mondom, hogy 16, esetleg akkor balra. Akik na arra most, mentek, azok mentek mind a gázba? Mind a gázba, mind arra. Na mostan a Jóska és a Tibi, az két jó barátom volt. Jóska hallotta szintén, hogy én azt mondtam, hogy 17. Ő is ezt mondta. Ő is. Ezt, ahogy mentem jobbra, szaladt utána, belekarolt a karom. Tibi, az két évvel volt fiatalabb, mint én. Az a nagy zsúfoltság, farkaskutyák, vagyok, mint a vérebek, és balra küldte a Mengele, és képzelje ott a nagy zűrzavarba, egyszer csak azt veszem észre, fogja a bal karomat a Tibi. Akartam kérdezni, hogy kerülsz ide, Tibike? Azt mondja, átszöktem. Akkor aztán megyünk, a fürdőbe visznek bennünket, mondták. Bekerültünk egy ilyen óriási hodályba. Akkor látom, hogy
már bocsánatot kérek, hogy a fenekünkbe belenéznek, a szánkba belenéznek, és úgy vizsgálják meg, hogy nincs-e valami. Úgyhogy mikor oda mentünk, akkor ugye anya szült mesztelenül, szörnyű kínzásoknak vetettek alá, mert ilyen nyírógép, ilyen, ami az életbe élezve nem volt. És ugye egy 16 éves gyereknek már a nemi szőrzete, meg a hónaja, meg a... Azt így felfektettek egy asztalszerűségre. Úgy vágták ezeket a szőröket, hogy a vér kiserkent. Képzelhető, hogy milyen éles volt az a, az a nyírógép. Akkor aztán bementünk a fürdőbe, és valaki ott közülünk észrevette halomba felhalmozva a gáz, amivel megmérgezték az embereket égetés előtt. Mert ez úgy volt beállítva, hogy fürdővizet is adott, és akit megöltek gáza, az is, azt úgy is átkapcsolták, és akkor a ciángázzal megölték. És azt látták, hogy az emberek ott vannak, vagy a gáz? Azt mi nem láttuk, csak a dobozokat. És akkor, mikor ez megvolt, akkor lekentek valami fertőtlenítőszerrel, de mert kopaszra is nyírtak bennünket, itt is, lejjebb is. Bekentek valamilyen petróleumos, olajos, nem tudom meg mivel, és képzeljétek, az a frissen felszaggatott szőr hagymák helyén, amiből a vér bugyogott, az bekenték rajtunk, és olyan égő sebet, és voltak, akik ott ugráltak, mert olyan borzasztó fájdalmat okozott nekik. Így kerültünk a cigánylágerbe. Az mit jelentett? Az azt jelentette, hogy szlovák, német cigányok voltak, nem magyar cigányok. Én egyen se találkoztam, pedig sok lágerben volt. És azok voltak az urak, azok voltak ott a blokk parancsnok, felügyelők meg minden. Elég az hozzá, hogy ott. És ezt el akarom magának mondani, hogy én nem akar kikkel voltam együtt ezen a tanulmányúton. A Jóska, az a nagyobbik fiú volt, a másik a Tibi, én, Éli Vízzel és az édesapja. Én velük együtt voltam. Együtt? Együtt voltam. Tizenvalahány esztendővel ezelőtt nagy keservesen elhatároztam, hogy én ez a Éli Vízzel akarok találkozni. És egy hölgy, az meg telefonált nekem, hogy Lajos, ekkor és ekkor jön Éli Vízzel, és ott találkozhatom vele, mert bemutatnak neki valami kiállítást. Úgy is volt, nagyon sokan voltak, és nagy kíséret, és a hétgyülekezetnek a vendégeként volt, minden kiadást ők fedeztek. Őtőle tudom. Na és mikor jött velem szembe, ő is nézett, én is nézek. Mondom neki, hogy hát hiába mondom a nevem, mondom, mert most már nem az vagyok. Azt mondja, mondtam, hogy akkor ez volt a nevem, és a becenevem Lajkó. Jaj, azt mondja, hát te voltál a harmadik, és ők mindig azt hitték, hogy engem Jankó. Nem Lajkó, hanem Jank. Mondta is. És mondtam neki, hogy ide figyelj, én nem azért jöttem ide, hogy én most magamat itten veled lássanak, hanem elhoztam a Tibi Jóska fényképét, hogy emlékeztesselek arra, hogy a gyerekeknek az édesanyja tőlem tudta meg, hogy a te könyvedbe írsz a Jóskáról és a Tibiről. És vettem elő a képet, hogy ne vedd elő. Előttem vannak, és téged is magam előtt látlak. És a nyakamba borult, és össze-vissza csókolt. Ott. Az az érdekes, hogy végig arról mesél, hogy másoknak milyen rossz volt ott, és hogy mások hogyan várták a szüleiket, és hogy miket éltek át. De Lajos bácsi, hogy tudta túlélni?
drágaságom, én megmondom magának őszintén, engem azért istenfélőnek neveltek, és én bármilyen későn, bármilyen fáradtan, nem volt könnyű dolog, de azért mégis, mikor elérkezett az, hogy letehettem magamat a barakba, akkor eszembe jutott az én nagyanyám. És az én nagyanyámnak, a szent életű asszony volt, az összes gyerekei, unokái hitték azt, hogy a nagymama imáját a jó Isten meghallgatja. És én ma is hiszem. És én bennem ez a hit olyan mélyen el van ásva, amiből én mindig táplálkoztam. És az életem során sok rossz volt, mindegyiket túléltem. És hiszem azt ma is, hogy a Jóisten meghallgatja az én nagymamámnak, nem vagyok egyedül. Talán az adott erőt, hogy azt a mérhetetlen szenvedést az ember végig tudja élni. Mert nem tudja elképzelni, hogy micsoda lélekromboló egy fejlődés korban lévő gyereknek, de egy embernek is, amikor nincs, nem veszik ember számba, vagy csak szomorú kutya. Ez volt a legkedvesebb megszólítás. Traurige Hund. És. Tulajdonképpen ezt végigélni, de a végigélés után feldolgozni valamelyest. És hála Istennek az engemet azért a Jóisten jó természettel áldott meg, ezt is elmondom, mert bennem soha azok ellen is, akik így beszéltek meg, engem nem ütöttek meg, de voltak ott orvosok, ügyvédek, hát hogy állnak a kezébe a kapa, vagy a ásó, vagy a lapát? Soha a kezbe nem volt, ugye? És direkt voltak ezek a munkaszervező vezetők, ekkora nagy piros fekete horogkeresztes szallakkal jártak, ezek ezerszer rosszabbak voltak, mint az elvadult estesek. Olyan elvetemült, kiképzett szadisták voltak, hogy ott, a munkahelyen, a vasútépítésen is sok mindent csinált. Hát honnan tudja az krampácsolni a vasúti talpák alá a kavicsokat? És kapanyillel azt a szerencsétlen idős bácsit élő ott a kapanyillel agyonvert. Addig ütött, amíg egy lélek volt benne. Ez van. De miért, mondja meg? Várta azt, hogy vége legyen? Mindenki várta. Mindenki várta, és meg kell, hogy mondjam magának. Nem divat ezt most mondani, de voltak ilyen veteránok. És azok tartották, hogy most tartsatok még egy kicsit, mert jön a szabadság. Május 1-én szabadultam. 45. Elég hosszadalmas volt a felszabadulás. Egyszer nagy dübörgés, elarszanak a magas feszültségi áramban az égők. És azt látom, a németek előtte két nappal minden éjszaka ők bombázták a láget, hogy minél többen pusztuljunk el. És hogy rohannak el, tépik le a parolint, a zubbonyt, dobják el, és ilyen rajvonalba szaladnak el a német. Alig, hogy elmentek pár perc múlva, nagy dübörgés, hát jöttek az amerikai tankok, akik az első menetben voltak. Az kivétel nélkül mind fekete volt. A tankok tetejét így felnyitották,
akkor láttam először a fekete embert. És azok sírtak, zokogtak, minden. Ön találkozott is egy... Egy feketével? Igen. Azt történt, hogy én a 38 kilommal még olyan erőben voltam, hogy a kortársaim, akik ott feküdtek, már nem volt erejük fölkelni. És akkor felhúzták annak a koncentrációs tábornak a dzót, már nem volt benne áram, de ez duplán volt, és azon így hason kukuszva ki lehetett csúszni a drót alatt. És felfedeztük, mondhatom, hogy hol van az elvermelt krumpli. És mint a kutyák, és mint a kutyák, így kapartuk ki a krumplit, én is. És én voltam ott a legfiatalabb. És egy rossz labor jutott nekem. Úgy most is váltam, azt a rossz aluminium rabot. Isten tudja, és így a rabruhámba tettem, amit kiszedtem krumplit, és olyan boldog voltam, hogy én ilyen gazdag vagyok. És mindig arra kértem a jó Istent. Édes jó Istenem, addig hagyjál meg engemet életbe, míg krumplival jól nem lakom az életben. Ez volt a nagy kívánságom és a vágyam, mert olyan éhes voltam, hogy azt szédelektem. 38 kilométer képzelheti, majdnem ilyen magas voltam akkor is. És két téglára rátettem a krumplit, még meg is mostam kicsit. Én nem tudom, hogy honnan vettem én gyújtót, öngyújtót vagy tüzet, nem tudom. Csak hogy főzöm a krumplit, tetvesen. Azok vittek, mert így mozgatta rajtam valósággal a ruhát, és ott piszkálom a tüzet, a krumpli már kezd forrni, minden, és egyszer csak megáll mellettem. Ugye erre gondolom? Megállt mellettem, ugye, hogy ott ültem, kis helyen voltam, az meg ott ilyen katonai sisakba, és megáll, és néz, és mosolyog, én rám. Aki addig csak szomorú kutya voltam, és ne, engem nem, de többieket korbáccsal ütötték meg, amit eltök el tudják. Alig vártam, hogy a krumpli valahogy megpucoljam. És ő csak néz, mozdulatlanul ott, mint akinek gyökeret vert a lába. És akkor még képzelhetően tetvesen, piszkosan, ilyen kis gyújtós pácikára rászúrtam a krumplit, és hogy hozzá ne érjek, úgy csúsztam le, és két gyönyörű, legszebb krumplit, még valami tányért is szereztem, és megkínáltam ezt a katonát. Az úgy elkezdett sírni, mint egy kisgyerek, de hangosan, ilyen nagy könnyeket fullajtott. A jó Isten adja meg, hát már biztos nem él. Nem tudtam. Ugye én azért azt gondoltam, hogy hát azért áll és néz, ő is olyan éhes lehet, mint én. Nem. Nem fogadta, hanem ilyen kis váltáskája is volt. Azt itt volt a kis váltáska, és kinyitotta, és kifordította, és ami abban benne volt, azt itt mellém. Abba volt csokoládé, abba volt keksz, volt mindenféle ilyen kis tejkonzerv, kis szappan, kéztörlő, fogkefe, mindenféle ilyen borotva. És mondta, hogy az ad nekem. Persze én is csak sírni tudtam. Ez volt az első találkozásom, akkor láttam életemben fekete embert. És akkor láttam azt, hogy egy fekete embernek világos a tenyere. Ezeket az emlékeket a gyermekeinek
tudatosan mesélt el, vagy maguktól jöttek elő ezek a történetek, vagy beszéltek erről? Hát, több ízben kellett erről beszélnem, már az életem során. 1961-62-ben az első auschwitzi dokumentációs kiállítást én rendeztem, én csináltam. És két veterán, egy veterán néni, meg egy veterán bácsival, akikkel kiutaztam, hogy megcsináljuk a kiállítást. Meg is csináltam. És amikor ott voltam Auschwitzba, első éjszaka le nem hunytam a szememet. Valami olyan, nem, erről még aztán nem beszéltem soha, valami olyan félelem érzett uralkodott el rajtam, hogy nem tudtam elaludni. Feljöttek az emlékek? Igen, és amikor ott voltam, nem féltem, érdekes, meg a máshol se féltem, nem mondtam. De akkor valami olyan félelem jött rám, és egy ilyen kaszárnyaszerű szobában vagy hatan, nem is tudom. És éjszaka megérkezett egy a lengyel ellenállók és antifasiszták szövetségéből egy katona, aki ott dolgozott. És engemet kirázott a hideg. Így. Ilyen katonai vaságyak voltak. És nem felejtem el, hogy még a köpenyét is rám terítette, hogy melegebb legyen, és minden eszembe jutott. Minden. És hogy minden kő beszélt. A romok a krematórium körül utána érdekes módon nem beszéltem erről, nem tudnám megmondani, nem volt megtiltva. Hazudik, aki azt mondja, hogy nem azért, hogy szégyeltem volna. Valahogy nehéz erről beszélni. Ma sem könnyű, de ma már érdekes módon a Jóisten erőt ad ahhoz, hogy erről beszéljek, mert akkor kezdődött el bennem egy ilyen, nem tudom, elhatározás, vagy minek nevezzem, amikor Magyarországon én magyarnak születtem. Ez az én hazám. El akartak vinni örökbe a felszabadulás után Kanadába, Amerikába gyerektelen szülők. Majdnem sírtam, könyörögtem, és mondtam, hogy nem, mert én haza akarok jönni. És tulajdonképpen, amikor a magyar parlamentben elhangzik az, hogy ez nem valami igaz, ezt csak kitalálták, ez a kamulós, nem holokauszt, hanem kamulós, akkor nem, hogy elhatároztam, valahogy jött, és úgy vagyok vele, hogyha kérdeznek, el kell mondani, mert talán a Jóistennek az volt még a célja velem, hogy meghagyott életbe, hogy én, amit mondok, abban nagyon szerényen mondom el, és nem a valóságnak, hogy mondjam, a valóságnak megfelelően mondom el, szerénye, és beszélni kell róla. És örülök annak, hogy tulajdonképpen örülök, meg nem is az igazság, hogy van a holokausznak. Örülök, mert a túlélőknek, hozzátartozóknak ez jó, mert azokat sem árt egy kicsit felébreszteni, hogy beszéljenek róla, mondják el, amit tudnak. De fájdalom is, mert tudja, egy Jatszen nevű költő azt mondta, anyám, hogyan gyászolnám halálodat? Hogyan követhetném koporsódat?
hiszen egy maréknyi hamu vagy az ég és föld között. Mindaz a sok szenvedés, az a sok-sok bánat nem hozta soha, hogy a gyűlölködést, a bosszút, mert én soha, de soha senkit nem gyűlöltem, és sokra volt bennem az, hogy bosszút álljam. Én inkább mindig azért mondom el, hogy szeressék inkább egymást az emberek, mert a szeretet a legnagyobb kincs a világon.